Decsi Lajosnék Lári néni egy nyírségi bokortanyán élt szüleivel, testvéreivel, miután Borsi községből kiutasították őket a szlovák hatóságok 1947-ben. Nem volt bűnük, csupán annyi, hogy magyarok voltak. Elment Debrecenbe az édesapám, hogy átvegye a birtokot, és mikor olvassák neki fel, hogy önként kitelepült Kocsis Géza átveszi a Márföldi András vagyonát. Jött haza, hát azt mondta, hogy hát ilyen nincs. Önként áttelepült, hát fegyverrel önként telepítenek át. A felvidéki kitelepítettek emléknapján Sátoraljaújhelyen táblát avatott a Rákóczi Szövetség. Elérkezett az idő 2012-től a kormány gyakorlatilag emléknapán nyilvánította ezt a napot, és mi a Rákóczi Szövetség részéről úgy éreztük, hogy van egy űr, van egy hiány, amit meg akartunk szüntetni azáltal, hogy egy ilyen ünnepségsorozatot szervezünk, amelynek szerves része az, hogy ez az emléktábla is felavatásra került, hiszen, mint ahogy elmondtam a beszédben is, a mai fiatalok még mindig nem tudnak róla kellő mértékben vagy arányban, és bízom benne, hogy azok, akik itt el fognak menni a tábla előtt, ha nem is mindenki, de elég sokan el fogják olvasni, és talán egy kicsit bővül a történelmi tudásuk. 1945 és 49 között a magyarok csehszlovákiai kényszermigrációjának több formája volt. Kiűzték vagy deportálták őket, maguk menekültek vagy lakosságcserével kerültek át az anyaországba. A szocializmusban ez is egy elhallgatott téma volt, így ideje beszélni róla, mondta az emléknap alkalmából szervezett konferencia megnyitóján Sátoraljaújhely polgármestere. És tudják, a kitelepítésnek, hiszen ez volt a lényeg, a kitelepítésben családi sorsok és egyáltalán a magyar nemzet 20. századi történelmének egyik súlyos tragédiáját jelentik meg. Hiszen miért felelítették ki őket? Csak azért, mert magyarok voltak. Ez akkor bűnnek számított, de mondhatnám jelen időben is, hiszen ezek a dekrétumok, illetve a dekrétumok egy része továbbra is érvényben van Szlovákiában. Az 1947. április 12-én elindított lakosságcsere bár sok fájdalmas emberi sorsot takar, de az akkori politikai helyzetben ez volt az egyetlen lehetősége az etnikai tisztogatás emberibb megvalósításának, mondta a konferencián dr. Szarka László történész, egyetemi docens. A lakosságcsere egyetmény egy bizonyítéka volt annak, hogy Magyarország hajlandó saját kárára is időnként megegyezni annak érdekében, hogy valamilyen új megoldást szülessék. A reszlovakizáció az talán ma egyik legnagyobb nyitott kérdés, miközben a legkisebb rossz volt, hiszen az, aki aláírta a reszlovakizációs kérelmet, az állampolgárságot kapott, és rövid távon legalábbis nem került be semmilyen vagonba, sem Csehországba nem vitték, sem Szlovákiába. Ma ezzel együtt ezt a 350 ezeres hatalmas tömeget, a szlovákiai magyarság nagyobbik felét úgy szokás kezelni a közbeszédben, minthogyha ők valamilyen morális zsákutcába tévedtek volna bele, holott abban a korban, abban az időben valószínűleg ez volt a legkisebb rossz. A megemlékező rendezvény Szomolai Tibor felvidéki magyar író könyvbemutatójával és emlékplakettek átadásával ért véget.